Szeretettel köszöntöm az emőtös csatorna nézőit, a Püspök Kenyér című műsort láthatják beszélgető társaim, mint szinte mindig, Kocsis, Fülöp, Érsek, Metropolita, a Katolikus Egyház képviseletében Isten hozott. Köszönöm a És Steinbach József, református püspök, egyébként a Magyar Országi Egyházok Ökumenikus Tanácsának elnöke, maga pedig Fabinyi Tamás, evangélikus püspök vagyok. A bőti időszakban vagyunk, és éppen ezért a bőtről, elcsendesedésről, a bőti imádságról szeretném, ha először beszélgetnénk. Utána pedig visszaemlékszünk, hogy a házasság hete volt, nem csak Magyarország Országon, hanem Európa számos országában. Nehéz időszakban vagyunk. Nagy a nyomás, nagy a feszültség ebben az országban, sokakon, sokunkon, egyházakon, egyházi embereken is, és bennünk is. Azt hiszem, hogy ilyenkor nagyon szükséges az elcsendesedés, hogy mielőtt szólnánk és esetleg rosszul szólnánk, befelé forduljunk és Istenre figyeljünk és imádkozzunk. A bőt és az imádság így összefügg, és azt hiszem fel tudunk készülni arra, hogy amikor aztán beszélni kell, akkor az Istentől kapott bölcsességgel tudjunk szólni, de amikor a hallgatás ideje van, akkor hallgassunk, és ahogy egy költő kifejezi, most hallgat a szív, fölhangosodnak Isten léptei. Jó lenne, hogyha ebben a bőti időszakban is a hozzánk közeledő Isten lépteit tudnánk meghallgatni, és hisszük, hogy ő pedig a mi imádságainkat hallgatja meg bőjt lehetne a szociáletikai kérdés felül is beszélgetés téma, hiszen ismerjük azt a bibliai mondást, hogy nekem az a bőj tetszik, mondja az Úr, amikor leoldod a bilincseket, és az a bő tetszik, amikor megosztod a kenyeredet az éhezővel, megvan ennek is a létjogosultság az ilyen szociáletikai tartalomnak, de most tudatosan ezt a témát szeretném veletek begélni, hogy a bőt és a belső szobába vonulás. Jézus a hegyi beszédben azt mondja, amikor bőtölsz, akkor menj a te belső szobádba és imádkozzál. Nagyon kedves vers ez nekem, egészen annyira, hogy a dámóci szerzetesi cellámra rá volt írva Máté hat uh -huh. és néha beszélek is erről, mondom, hogy ilyen hat-hatós uh -huh. tanács ez, és könnyű megjegyezni, még a Szentlélek is segít nekünk azzal, hogy ilyen jó kis igevers számhoz lehet kötni, hogy a Máté 6, -6 nem mindenki tudja a... Máté Evangélium a hatodik részének, a hatodik, verse. verse. igen, igen, de ez egyházi szóhasználatban szoktuk ezt így mondani, és hogy ez éppen erről szól, hogy, hogy menj be a belső szobádba, és ez, ez a, a... szó szoros a értelmében igen, a belső igen, szoba, a cella, cella, a cella a szerzetesi cella. cella. Igen, szerzetesi cella, szerzetesi szoba, amely azért a lelkirodalomban egy nagyon mély lelki tartalmat kapott, amire te is utalsz, hogy befelé forduljunk, hogy a szív igazából az a belső szoba, ahova be kell jutnunk, és nagyon-nagyon tetszik nekem ez a, ez, a, ez a vers sor, amit mondtasz, hogy akkor a csendben a lé... Isten lépteit jobban meg, Halljuk. Valóban ahhoz kell fizikai és belső csend is, hogy a világzaja ne nyomja el azt a, azt a fajta érzékenységünket, az antennáinknak a fogékonyságát, hogy az Isten szavát meg tudjuk hallani. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a bőjt kapcsán ezt szóba hoztad, mert általában, a bőjtől van szó, akkor a étel megvonás az, ami legtöbbekben eszünkbe jut, és össze is lehet kötni, mert Aranyszer János azt mondja, hogy amit magadtól megvonsz, az adod a szegényeknek, és akkor bőjtölsz is, meg, meg alamizsnát is osztasz, de ez a lelki bőjt, akár a szavak bőjtje elengedhetetlen, mert különben csak magatartás változtatást tervezünk, és nem, nem az Istenre figyelünk, ami azért a nagybőti időszaknak egyik legfontosabb célkitűzése vagy célja lehet. Püspök úr, nekünk nincs sem szerzetesi cellánk, de valahol mi is talán kiírjuk, vagy ki szeretnénk írni, hogy menj be a te belső szobádba, mondja nekünk is Jézus. Hogy tudjuk ezt megtenni? Igen, hát nyilván a, a, az én napom is mindig azzal indul, korán reggel, hogy bemegyek a belső szobába, és ilyenkor bőjt idején különösképpen, ez imádság, igeolvasás, elcsendesedés. Aztán ugyanezt megtesszük a feleségemmel is, amíg a gyermekek otthon laktak, addig tehát a család közösségében is megéltük a belső szobacsendjét, de én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos lehetőség, hogy bárhol vagyunk, mindig vissza lehet vonulni a belső szobacsendjébe, vagyis, hogy körülöttünk lüktet a világ, talán mi is úgy érezzük, hogy nagyon feszültek vagyunk, és nem is tudjuk, hogy mit mondjunk, hogyan döntsünk, hogyan reagáljunk dolgokra, és akkor mindig nekem is eszembe jut a mátéhathat, hogy na most akkor mielőtt bármit mondanál, bármit tennél, csendesedj el, akár egy pillanatra vonulj vissza a belső szobába, töltekezz az Isten jelenlétéből, a mennyei világgazdagságával, a vele való közösséggel, és akkor valahogy úgy átfordulnak a dolgok, és az Isten megáldja a szavainkat és a cselekedeteinket. Tehát ezt lehet betegen, lehet műtőasztalon, lehet munkahelyen, a nap minden órájában rövidebb, hosszabb időre vissza lehet vonulni a belső ez említ egy bibliai történet, amikor Jézushoz visznek egy beteg gyereket, az édesapa a fiát, és Jézus azt mondja, hogy ez nem távozik el a konosz szellem, csak imádsággal és bőtöléssel. Amikor az apostolok nem tudták meggyógyítani, hogy Hiába próbálkoznak vele. Mi miért nem tudtuk meggyógyítani. Igen, sereg. igen. És Jézus igen. kicsit haragszik is rájuk, amikor azt mondja, igen, hogy hívek nem meddig kell elszenvedjelek benneteket. És Jézus akkor jó tanácsot ad a bőtre és az imádságra. Nagyon érdekes ez, hogy hogy az apostolok tudtak már akkor gyógyítani, és nagy örömmel tértek vissza, hogy a ten szavadra még az ördögök is engedelmeskednek, tehát hogy már akkor, akkor volt annyi töltekezésük az Úrból, hogy, hogy át, átvették ezt a, ezt a gyógyító erőt és ott, ott tehetetlenek voltak, és érdekes, hogy Jézus a hitetlenségüket veti szemükre. Azt mondja Jézus, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Azt is jelenti, hogy vannak olyan ö, problémák, nehézségek, amelyek csak akkor oldódnak meg, ha nagyon komolyan az Isten elé járulunk, böjtel és imádsággal és tőle csak tőle kérjük, tőle reméljük, és tőle várjuk a megoldást, mert emberi bölcsesség, emberi erő, emberi lehetőség nem tud megoldást adni. És ez egyébként azért hozzájárul az is, hogyha szó szerinti értelemben tudunk böjtölni, tehát lemondani dolgokról, akár ételről, akkor az ember teste is úgy megtisztul, és sokkal jobban kész arra, hogy a megoldhatatlannak tűnő problémákat letegye az Úrhoz, és az Úr kegyelmes, irgalmas mindent megoldó kezébe helyezze azt. És itt tanulhatunk egymástól is szerintem, ez nagyon érdekes, hogy teleformátusként beszélsz a, a bőtölésnek az értékeiről, lehet, hogy egy katolikus szerzetestől várnánk ezt el jobban, nem, ez mindannyiunknak a lehetőség és áldása, de talán annak is köszönhető, hogy már eddig is tanultunk egymástól sokat. És hadd mondjam személyesen, Fü Fülöp, neked, hogy amikor nemrégiben Evangélius Püstökök nálatok jártunk Mária Pócson, egy nagyon-nagyon szép tartalmas beszélgetésünk, öröm, és, és, mindig és mindig láttuk egy láttuk esetésünk esetésünk is volt, és nagyon jó volt imádsággal kezdeni. ami imádság a mi hagyományainkhoz képest egy kicsit más volt, és szokatlan milyen. volt, és utána még a buszban, kis buszban hazafelé, az is érték egyébként, hogy három püspök együtt, együtt, utazik egy kis buszban, és még Igen. két munkatárs, és ott együtt kiértékeltük a napot. Valaki felvetette, hogy, hogy milyen érdekes, hogy ti 40 is mondjátok talán, uram, az értem, az uram, és, és akkor valaki mondta közülünk, és teljesen szívemből szólt, hogy, hogy lehet, hogy ez azért is van, hogy a saját gondolataimat, a saját mondandómat félre tudjam tenni, és annyira csak az Istenre tudjak hagyarkozni, hogy azokat a zaklató érzéseket, gondolatokat, amik bennem vannak, lecsendesítsem, és tényleg az Istenre figyeljek ezzel a látszólag monoton, de valójában nagyon hatékony Istenhez fordulással. Hát nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert bevallom, erre a szempontra még nem gondoltam, valóban az, hogy sokszor elmondjuk az uramirgalmasz, az nem azt jelenti, hogy nem von elég egyszer természetesen, vagy vagy hogy annyira félünk, hogy nem győzünk ezt mondani. Az uramirgalmasz szinte kiváltható lenne azzal, hogy szeretlek. Igen, és igen. és, és azt, azt nem lehet elégszer mondani. Tehát a, a, az Uram irgalmaz annak a kifejezése, hogy hiszem az, hogy te irgalmas Isten igen. vagy. De egy nagyon érdekes szempont, amit mondasz, De hogy... De az, hogy, hogy ember... ilyen sokszor elmondjuk, bocsánat, csak hadd igen, eh, igen. egészítsem ki azzal, hogy hogy azáltal, ilyen sokszor elmondjuk, megóvjuk magunkat attól, hogy közben elkezdjünk gondolkodni. Elkezdjük túl gondolni az Istent, és, és azért valljuk be, én bevallom legalábbis, sokszor úgy imádkozom, hogy ciká a gondolataim, és úgy, úgy, mint ahogy most is beszélek, és közben gondolkodom a következő ah, mondaton, ah, és az Istennel is így beszélgetek, hogy, hogy gondolkodom, hogy mit fogok neki utána mondani, az már egy kicsit félrevezető lehet. Jó lenne teljesen átadni magam az Istennek az imádságban is. Ha megengeded, hadd egészítsem ezt ki, éppen a befelé fordulásra és a belső imával, imáról szólva, a Jézus simának a megemlítésével, hiszen az is ugyanennek a mechanizmus. A, 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 ugyanezt tudja eredményezni. Tehát van ez a rövid fohász, hogy Uram, Jézus Jézus, könyörű rajtam bűnösön. És az ember ezt ismételgeti nagyon sokszor. Tehát, ha úgy van, több százszor. Mm -hmm. és, és mindeközben valóban csak ezt mondja, a többi gondolatot ezzel távol tudja tartani, és, és akkor befelé fordul, ugye ezt nem mondtuk ki most ebben a beszélgetésben, de nagyon fontos, hogy, hogy, az Úristen bennünk él, bennünk lakik, és ha befelé fordulunk, akkor önmagunk felé is fordulunk, meg ő felé is fordulunk, és a, és a nagyon érdekeset hát olvastam, hogy a, ahogy mondtad, Joska, hogy akkor kicsit lecsöndesedve találom meg az igazi megoldást, amit az Úristen hoz, de ebben az a, ha úgy tetszik, lélektani jelenség is van, hogy akkor én is önmagam, inkább önmagam vagyok, már kikapcsolom azokat a mások elvárásait, a egyéb terheket, nem tudom micsodát, és úgy, akkor tényleg azt a választ tudom meg, ami, ami belőlem jön, ami azonos az Úrral. Hát ezért a befelé fordulás, ez a Jézus hogy befelé vezeti az embert, a szíve mélyébe visszatértünk erre a gondolatra, hogy a szívünk a, ez a belső kamra, és akkor ott, önmagamra találok, meg, meg, az Úrra, és akkor, akkor jó eséllyel a jó választ tudom megmondani, vagy jó döntést tudom hozni. É, igen, nagyon érdekes, amit mondasz Tamás Püspök, hogy, hogy igen, az emberek állandóan járnak, cikáznak a gondolatai, hmm. még akkor is, amikor imádkozik. Tehát ez nekem is egy nagy kérdés, hogy, hogy, hogy van-e egy olyan pár perc, amikor Állapot. csak Mm -hmm. ő rá tudok figyelni és vele közösségben lenni, mert tehát egy nagyon-nagyon felpörgött életet élünk, és én ezt úgy két módon próbáltam megvalósítani, ezek technikai dolgok, de mégis én úgy gondolom, hogy segítettek. Egyrészt, amit mondasz, hogy a kötött imák azok nagyon segítenek, és azt hangosan elmondani, a másik pedig, hogy Leírom az imádságot. Mintha kimondanám a, a saját szívből jövő imádságaimat, ez, ez, ez egy Mindig perc, de azt, ami, amit ugye a lélek szinti. ad, és közben akkor nem gondolok másra, mert hogy megfogalmazom az imádságot, arra nem az Istennek van szükségem, mert nyelvemen sincs a szó, ő már tudja, de nekem van szükségem, hogy azt az időt csak vele töltsem, töltsük. Talán azzal a bibliai történettel zárnám, kicsit ehhez az Úr imájához, vagy hogy is jöjjön? Jézus, jézus imához. Igen, Jézus, jézus imához jézus neve benne van is. Igen, a, Jézus, jézus mert... könyörül rajtam. Igen. Kapcsolódik, hogy a Jézusi evangéliumi történetben ketten imádkoznak a farizeus és, és a vámszedő, és a farizeus nagyon-nagyon hosszan imádkozik, és érvel és okoskodik, magát is meg akarja győzni, de még az Úristent is meg akarja győzni, hogy El, ő mondja, hogy mi mindent csinál, tizedet, és milyen jó, és veri a veri mellét, és e, így, vagy vállát veregeti, inkább úgy mondanám, a saját vállát veregeti. A másik ember, a bűnös, a vámszedő, a megvetettő, egyetlen egy mondatot mond csak, Uram, irgalmaz nekem igen, bűnösnek. Igen, és ez az, ami hatékony, igen. mert e, erre mondja Jézus, hogy ő megigazulva ment haza, igen, nem a úgy, mint igen. hamaz. Uh -huh. Tehát az imádság ilyen értelemben nagy nagy áldás, és azt hiszem, hogy amivel kezdtük, hogy egy igen nehéz időszakban vagyunk, is az egyházak is, az ország is, Európa is, gondoljunk arra, hogy két éve kezdődött a háború Igen. Ukrajnában. Tehát ebben a nehéz helyzetben azt hiszem a bőjtölés és az imádság az, ami segíthet rajtunk. Igen. És akkor az imádság témáról átvezetném a beszélgetést a házasság hetére, ami mögöttünk van. Valakitől ezt hallottam egy ilyen frappáns mondásként, hogy ha háborúba mész, akkor mondj egy imát, ha tengerre szállsz, akkor mondj két imát ha házasságot kötsz, akkor szüntelenül imádkozz. Na, no, ez... most ez nem azt jelenti, hát erről hogy... Hát tudtok jobban beszélni. <laughs> hát te is készítesz figyelek, fel házasságra, hogy... Egyes oktatás, erről is <laughs> tudunk beszélni, hogy mit jelent a házasságról felkészítést felkészítés, vagy a mi részünkről a felkészülés, hogy felkészültünk, és adott esetben a szülés is lesz az eredménye, apás szülés is, hogyha úgy arulik, és ez is a házasság egyik gyümölcse és egyik ajándéka, nem mint hogyha a gyermektelen házasság az értéktelen kellene volna, az ezt hangsúlyozzuk. Tehát ez a mondás, amit valakitől hallottam, nem azt jelenti, hogy most itt háborúba készülnénk, vagy, vagy tengeri betegek lennénk, és azért imádkoznánk, hanem ez a szüntelen imádság az, hogy, hogy az Úristenre hagyarkozunk, és nem csak magunkat, hanem a társunkat is ő ráhagyjuk, és fontos, hogy társunk van. A Biblia legelső lapjain azt olvassuk, hogy teremtette Isten az ember férfivá és asszonyjá. Egyszer azt gondolkoztam el, hogy nem azt mondja, hogy férfivá vagy asszonyjá, hanem és asszonyjá, Nagyon, tehát a kettő igaz, összetartozik, ez nem vagy lagos hanem a kettő kiegészíti egymást, az és összeköti a férfi és a nőt, uh -huh. és a mi felfogásunk szerint a házasság ez az és, ami összekapcsolódik, a férfit és az asszonyt, és ebben az áldásban lehetnek együtt. Ehhez hat kössem oda az előbb mondott képhöz, hogy talán Pázmány mondta, hogy a legnehezebb szerzetesség a házasság. Uh -huh. <laughs> Mert ott is elköteleződésben kell élni, de hát ott azért sokkal jobban meg van próbálva az embernek a türelme, az elfogadás, az alkalmazkodás, mint mondjuk egy szerzetesi cellában, <laughs> amikor legez a Jósót hadd idézem, azt mondja, hogy könnyű, könnyű neked mert nem, nem tudsz kivel összeveszni, hogyha én a feleségemmel annyi mindenen össze tudunk veszni, de te legfeljebb magaddal, hogy azt mondod magad, hogy arra megyek, nem megyek. Hát kivel beszélsz? a feszültséget is levezeti ez, persze. Ugyanakkor, ha már mondtad ezt, akkor ha Lutherra gondolok, ő mind a kettőt kipróbálta, ja, mert igen. szerzetes is volt, és aztán házasságban is élt, és egyébként ez nem azt jelentette, hogy ő lebecsülte volna a szerzetesi életformát, csak ő magára nézve akkor nem tartotta érvényesnek, és és éppen az Isten hitéből fakadóan vállalta a házasságot, és, és annak a gyermeket után gyermekáldását is, és, és annak az örömét is, és az erőjét is, meg, a, meg az együtt szenvedést is, hiszen sok fájdalomok is volt közösen, gyermekek elvesztése és a többi. Hogyan gondolunk vissza erre a most már, most már, hosszú évek óta Magyarországon is megvalósuló házasság hetére? Angliából indult 20 valahány éve, és ma már a világ számos országában tartják. Igen, ez egy nagyon nagy ajándék, és hogy Magyarországon meghonosodott, mint az Ökölmenikus Tanácselnöke, szinte kezdettől fúva, hogy Magyarországon ez elkezdődött, részt vehetek ebben a gyönyörű alkalom sorozatban, akár az országos megnyitókon is, vagy országos alkalmakon. És azt vettem egyébként észre, hogy most már nem csak egyházak, gyülekezetek, ökumenikus közösségek szervezik meg, hanem külön települések, városok is igen, megszervezik, igen. akár például az a város is, balaton Almádon, én lelkészként szolgálok, megszervezte is a hét minden estéjén volt külön program. Város által szervezett? A város szervezett, szervezet, sőt, egyeztettek velünk, hogy a, mi szervezünk-e külön, és mondom, hogy hát a szervez a város, akkor nagyon jó, akkor abba bekapcsolódunk, és azt hirdetjük, tehát összefogtunk. Hát felhívja arra a gyönyörű és áldott isteni rendre a figyelmet, amit a Házasság Szövetségének nevezünk, és ami Istentől rendelt életrend, így mondjuk. És ez nem jelenti azt, hogy csak házasságban teljesített ki az élet, hiszen egyébként nem csak szerzetesek többen vannak egyedül, és mármint nem házasságban élnek, és, és mégsem magányosok, hiszen közösségekben szolgálnak, de hogy a házasság egy milyen nagy ajándék, ha tényleg átéljük azt, hogy egy férfi és egy nő egymásban megtalálja azt az egyetlen egy valakit, akit az Isten mellé állított, és akiben átérheti azt a csodát, amit a legszebben szerintem a Prédikátor könyvének a negyedik fejezete fogalmazza meg olyan ószövetségi gyakorlatiassággal, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép gyümölcse van, hogyha az egyiket megtámadják, akkor ketten állnak ellent, és, Este pedig összebújnak és megmelegítik egymást. Tehát a házasságnak az intimitásáról, szépségéről ennél szebben nem lehet szólni. Tehát ez egy csodálatos ajándék. Ugyanakkor pedig, amit mondtál, én még így nem hallottam. Ez egy, ez egy teli találatos mondás, mert... Erre az a, és, ésre gondolsz? E, nem, a hanem a három, az, hogy aki hogy házasságot köt, a szüntelenül már ja, Igen, igen, igen. igen. Tudni, mm. lé, ma különösen azt éljük át, hogy a házasság intézményét nagyon sok minden fenyegeti, veszélyezteti, főleg az, hogy nincs időnk a házasságot ápolni, hogy annyi feszültség ér bennünket, hogy a házasságba, a családba visszük az a problémákat, engedjük ki a gőzt és persze, ha ez nem lép túl egy határt, akkor a házasság és a család lehet az a hely, ahol ezeket igazán, mint egy csodálatos belső szoba meg lehet beszélni, de a működő házasság az egy felülről való ajándék, amiért nagyon sokat kell imádkozni és nagyon sokat kell tenni, és soha nem lehetünk elbizakodottak, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon a gyilknelség, a házasságra nézve különösen érvényes az ápolás szót használtad, nem beteg ápolás értelemben, hanem gondozás ápolás értelemben, mint ahogyan egy növényt is gondozunk és kigazoljuk, hogyha valami szükséges. Tehát a, a házasságban is ilyen értelemben vigyáznunk kell arra, hogy, 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 minden jó rendben maradjon, és ha valami rossz érzés üti fel a fejét, ami olyan, mint egy gaz, ami megfolyt mást, akkor, akkor időben ki tudjuk tépni azt a, azt a gyomnövényt, és, és ki tudjuk beszélni a, a fájdalmat, vagy a, a sértődést, vagy a, vagy a gondot. Az is egy szép mondás, hogy ne menjen le a napati haragatokkal. És ez a, tényleg az a szép prédikátor könyve kép, hogy össze tudnak bújni, és, és meg tudnak melegedni, meg tudják melegíteni egymást, az, az azt is jelenti, hogy, hogy kibékülnek, és, és, és testileg lelkileg a harmóniára törekednek. Hogy most egymástól vetétek a szót, ki akartalak egészíteni, segíteni, aztán egy. Ilyen... Érdekes képet rajzoltál, rajzolt meg, a, 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 amit most mondtál, mert azt akartam mondani, hogy épít, tehát hogy gondozás, ápolás, építés. De több a gondozás-ápolás, mert egy élő valóság, Igen, amely önmagában is szerves. fejlődik, uh -huh. tehát nem kőről-kőre, nyilván beszélünk kapcsolatépítésről, de, de jobb szó ez uh -huh, a gondozás-ápolás, uh -huh. mert tudatosítja, hogy ez önmagában is él, csak ami él, az ráadásul változik, tehát nem lehet azt mondani, hogy, ez, hogy milyen szép volt, amikor összekötöttük az, éle, az esküvővel az életünket, a szép volt, de... Aztán azon tovább kell lépni, tehát hogy ez, ez magától van egy, egy bontakozása, amit gondozni kell, hogy jó irányba, és minél hatékonyabban fejlődjen igaz? És ahogy az évszakok is váltakoznak, hát a tavaszi levél az más, mint az őszi levél, és a mi életünk is, hát nem azt mondom, hogy fonnyad, Szépen, de nem vagyunk olyan erősek, izmosak, dinamikusak, mint 20 éves igen. korban, és ennek is meg lehet a szépsége, a házasságban is, az együttélésben is, és, és minden emberi kapcsolatban is, és erre jó felkészíteni az embereket. Jelen is, is az öregedésről, hogy, hogy az öreg ember hát kívülről asszalódik, de belülről érlelődik, uh -huh. <laughs> <laughs> valószínűleg a házasság kapcsolatra is mondható Igen. ez, hogy mennyire szép az, amikor már egy idős pár szüleimet láttam, amikor már tényleg nagyon keveset beszélgetnek, de annyira látszik, hogy, hogy összetartoznak, és, és, és csak egy, egy mozdulat elárul, mennyi mint évtizedeknek az együtt élése jelenik meg ebben a, ezekben a kapcsolatban. Kányári fordításában a jiddis népdalok között van egy ilyen, amit a kaláka, vagy a grilluszdani énekelnek, hogy jaj, de szépen őszültek meg, egyik 80, másik 70, <laughs> tehát hogy a két idős embernek a szépsége, vagy a kányári verse nem is fordítása a két nyárfa, hogy, hogy én sem volnék, ha terem volnál, és, és összehajlunk. És együtt és hajladozunk. Együtt, ha, igen. tehát ez, ez egy nagyon szép természeti kép, és valóban az építkezésről is lehet sok jót mondani, de az organikus egység, mint a házasság, hogy, hogy az növekszik, az, az alakul, annak van egy belső dinamikája, érlelődése, adott esetben idősödése, de annak is megvan a szépsége, és egymást kell hordozni. Had, hadd, hozzak még be egy képet, illetve ez egy... Záró gondolat lesz. Most, gondolat, mert ilyet de inkább, gondolat. inkább, csak de szeres, az azt, hogy, hogy, a, a házasság hete szerintem azért is született, mert ma támadva van a házasság. Nagyon sok oldalról beszél, utaltál és akkor jutott az eszembe, úgyhogy védeni is kell és segíteni kell, hogy hogyan is kell ezt ápolni, de akkor lehet, hogy még egy külön beszélgetésben értem és erre részleteiben visszatérni, hogy, hogy milyen, milyen, is a jó házasság, amely, amely társadalomban a sok támadásnak sajnos ki van téve és bizony sokan zátonyra is futnak fogunk erről beszélgetni, igény van rá, nem csak mi részünkről, hanem biztos a nézőink részéről is. Ígértem azt is, hogy az a házasságra való készülés, felkészítés is tematizálva lehet majd, és fogunk erről is beszélgetni. Köszönjük nézői figyelmét, mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bizonyisten csatornán meg lehet nézni ezt a műsort is, és korábbi vallási műsorokat is, és ha írnak nekünk, akár témát javasolnak, akkor a püspökkenyér, kukac, címre írhatnak, köszönjük minden visszajelzést, és így kívánunk mindenkinek nehéz időben áldott bőti időszakot, hogy Istenre tudjunk figyelni a ma belső szobában, és megbecsüljük, ha van házastársunk, akkor a házasságot, megbecsüljük az életet, az egészséget, mindazt, amit Istentől ajándéként kaptunk. Köszönjük figyelmüket, visszatlátásra!